Isten hozta mindazokat, akik eljöttek a mai orgonahangversenyre, a februári orgonahangversenyünkre, melyen Nagy László Adrián játszik, Nagy Bernadett közreműködésével elhangzik majd Bach Ezdur fuvola szonátája. Nagy László Adrián Szegeden végzett, Szegeden szerzett orgona diplomát Csanádi Lászlónál 1997-ben, és jelenleg a Budai Ferences templom, a Margit körúti római katolikus templomnak az orgonistája. Ott is ilyenkor szoktak lenni orgona estek, természetesen nem ma, hanem más vasárnapokon 5 órakor. A Honvéd művészegyüttes, Honvéd férfikar korrepetítora és más zenei együttesekkel is együttműködik, például a fesztiválzenekar. Őt hallgassuk ma, Buxtehude C-mol sakkonnal kezdődik, és majd, mivel nem mindenkinek jutott műsor, néha idejövök és elmondom, hogy mi a következő műsorszám. Thank you.
partitája következik. Johann Gottfried Walther Bach rokona és barátja volt, közeli kapcsolatban álltak egymással, hatottak egymásra is nyilván, és hát érdekes, hogy Bachnak is van egy Ismeine Freude motettája. Ez a korál, ami a 17. század elején született Jézus vigasságom vagy Jézus boldogságom címmel hangzik el református evangélikus templomokban Magyarországon gyakran, és az énekeskönyv egyik éneke, egyik korálja. Több variáció hangzik el, eredetileg azt hiszem, hogy 10 variációban dolgozza föl ezt a híres dallamot, majd utána következik a már említett Ezdur fuvola szonáta Bachtól. Thank you.
Nagy László Adrián hangversenyének második felében először Georg Böhm korán feldolgozását játsza, Vater unser im Himmelreich. Georg Böhm Bach mestere, tanítómestere volt Lüneburgban, hogy a barokk zenében mindent egy kicsit Bach köré építünk, mint egy origó. A Vater unser im Himmelreich pedig Luther korája, a Luther éneke, a mi atyánk parafrázisára, mennybéli felséges Isten. Jan Peterson Sweling műve következik ezután, ő pedig tulajdonképpen ennek az egész nagy német orgonazenének az atya és elindítója, aki még a reneszánsz századában, a 16. században született, és 1621-ben halt meg, és számos tanítványa közül aztán Németországba, Svédországba és Európa, Lengyelországba, máshova is kerültek tanítványai, ahol aztán elindították a barokk orgonazenének a kultuszát és kultúráját. Mein junges Leben hat ein End, ez egy nem egy házi dal, egy világi dalnak a feldolgozása, szintén egy variációs sorozat, és végül Bach ámul preludium és fugáját halljuk, melyet 6 órakor esti istentisztelet követ itt a templomban.